Hello! Sziasztok! Most egy régóta ígért videó, ugye, vizet fogunk tesztelni. Annyit beszéltünk már arról nektek folyamatosan, hogy a víz alapja mindennek. Az emberi test több mint 70%-a, és a kávénak is több mint 70%-a mondhatjuk talán. Az emberi test nem a zsír, várjál. Az a tied. A lényeg, hogy ha a vizeteket nem tudjátok, hogy mit tartalmaz, a vízünkre nem figyelünk oda, ami ugye a kávénknak a nagyobb részét alkotja, ez kicsit olyan, mint hogyha a hústevesből csak a húst felejtenénk el. Így van, hiszen alkotó eleme, fő alkotó eleme. Úgyhogy hoztunk kettő szűrőkancsót, ez két külön gyártó szűrőkancsója, hasonló elven működik, és van persze jó kis csapvízünk innen a belvárosból, és azt szeretnénk szemléltetni, hogyha lemérjük egy ilyen csepegtetős technikával, meg tudjuk nézni, hogy a kioldott anyag, a teljes kioldott anyag tartalom változik-e, ha csapvízből vagy szűrt vízből dolgozunk, illetve kamu-e a szűrés, a szűrőkancsó használata, vagy pedig tényleg tudtok ezzel olyan vizet előállítani, ami sokkal jobbat tesz a kávégépnek is, a kávé ital ízének is, illetve minden egyébnek, amit egyébként vízzel főztök. Hát a húslevesig bezárólag akármire is lehet ezt használni. Mennyibe kerül egyébként egy ilyen eszköz? Én meglepődtem nagyon, hogy nagyon jó áron lehet már hozzájutni. Meg ugye mielőtt árakról beszélgetünk, ugye azt is érdemes figyelembe venni, hogy ugye van ez a vízpara, hogy ne igyál csapvizet, mert tönkreteszi a szervezetedet, mert lerakódások vannak benne, mert hormonok vannak benne, szóval nagyon sok olyan indok van, amiért azt mondjuk, hogy nem jó a csapvíz. De alapvetően azért osztassunk el egy félreértést, ami jön a csapból víz, azt be kell, az hivatalosan ivóvíz minősítésű víz. Hát elméletileg az a teljes emberi fogyasztás teljesen alkalmas, de ugye mégis vannak benne olyan dolgok, amik a mi felgyorsult ilyen nagyvárosi életvitelünkben nem biztos, hogy szeretnénk azt bevinni a szervezetünkbe. És akkor ezért van az, hogy sokan például vásárolják a flakonos vizet, pedig... Az inni jó, rendben van, ha bár itt ugye most nem térünk ki a flakonok újrahasznosítására, de az biztos, hogy amire nem jó, az a kávé elkészítése. Nem tudjuk azt kioldani. Amiért drágább kávét veszünk, azt nem fogjuk megkapni. Igen, ásványvízzel ott már túl magas az ásványvízben túl magas az oldott ásványanyagok mértéke, és ez az, amit mi tudunk csökkenteni alapvetően egy ilyen szűrőkancsóval. Tehát tudjuk csökkenteni a keménységét a víznek, ami jót tesz alapvetően a kávégépnek is. Nem lesz ilyen foltos az üvegkancsó fala, hogyha ha ilyen lerakódások lennének rajta, akkor már nyilván kabul lenne a dolog. De amit láttok, ugye csapvízzel mosogattok, vagy próbálod lesikálni a tusolóban a falról, ugye azt ki kéne, hogy szűrjük ebből azt. Így van. Jó, hát szerintem essünk is neki. Így van. Nem fogunk nagyon belemenni itt most ennek a kémiájába, a fizikájába. Nagyon sok és jó cikk van ebben a témában. Mi most pusztán csak szemléltetni szeretnénk, hogy mit is csinál ezzel a csapvízzel, ez a két kancsója. Kettő kancsót hoztunk el, és ezt a kancsókat is kicsit jobban megmutatjuk, mi van benne. Alapvetően van egy ilyen filter, én konkrétan ezt a magnéziumos filtert vettem, nem tudom te mit. Nekem adták ehhez a kancsóhoz, tehát az első adag az így benne is volt. Ugye én ezt a magnéziumos szűrő patront vásároltam, mert az a mondás, hogy a magnézium tartalomnak a visszasózásával édesebb lesz a kávéitalod, meg igazából nem csak a kávéitalod, egyszerűen jobban hozza magával a cukrokat a magnéziumban gazdagabb víz. Nyilván ezt sem szabad túltolni. Ezek a filterek pont azért meg úgy vannak beállítva. Ugye van benne, így van. Van és benne ez a lényeg, aktív szén. Hogy egyébként, bocsánat, hogy ne várj a szavamba, Peti. Nem is kell részletesen vízminőségügyi mérnöknek lenned, így van, hogy ezt értsd. Ezek a cégek, mind a kettő elérhető Magyarországon, és mind a kettő azon dolgozik, hogy ők egy olyan szűrőt létrehozzanak, amit neked egy mozdulattal, ahogy itt mutattuk, tulajdonképpen bele kell raknod a kancsódba. Ugye tudod simán cserélni, mert rajta van minden info, hogy meddig jó, addig jó, ameddig. Lényeg az, hogy van egy általában be tudod állítani, hogy melyik hónapban indítottad el az új szűrőpatront, és általában azért az embert kb. Tudja, hogy mennyi vizet fogyaszt. Így van. De nem lőnek ezzel, hogyha megiszod a csapvizet, akkor sem fogsz belehalni, de alapvetően ugye ezzel ki tudod védeni azt, meg ki tudod váltani az üveges víz vásárlást otthon,
illetve folyamatosan egy szűrt tiszta vizet fogsz inni. Vagy van benne aktív szén, illetve van benne, vannak benne ezek a gyöngyök, ezek a ami a víz keménységét hivatottak lágyítani, igen, mondjuk bocsánat, így. Van benne víz lágyító, van benne szűrőrész, ugye van benne aktív szénszűrő, van benne egy nagyon vékony, nagyon finom háló is, ami ugye fizikai szűrő is, illetve visszasózó. Még egyszer mondom, ez mind benne van, és a legmeggyőzőbb érv akkor is az, amikor megvettem, és pusztán megkóstoltam a csapvizet, és megkóstoltam ebből a vizet, a nyelvemdel érezhetően fölfogod azt, hogy mennyire mást iszol. És ez nyilván majd javítani fogja a teádat vagy a kávédat. Nagyon jó nyelvérzéket, így van akkor. Én azért választottam ugye ezt a BVT-t, hiszen hát BVT a Forma 1-be is szerepel, hát akkor csak nem lehet olyan rossz. Én meg azért választottam a Britet, mert ezzel dolgoztam rengeteget, és nagyon elégedett voltam. Ugye ugyanígy kávégépekre is lehet kötni rendszert ugyanezen cégeknek a szűrőivel, és nekem ez nagyon bejött, úgyhogy ezért ezt a kancsót választottam. Hasonló, egyébként 5-15 ezer között gyártótól, kancsó méretétől és bolttól függ, hogy hol jutsz hozzá, tehát egyszeri egy ilyen átlag 5-10 ezer forintos beruházás a kancsó, és utána, ami rendszeres beruházás, az használattól függően, ki mennyi vizet használ, mennyit szűr át rajta, azt szokták mondani, hogy egy ilyen 4-6 hetente átlagosan cserélik a szűrőt, az meg egy pár ezer forintos tétel. Igen, igen, felhasználástól függően, de itt azt kell hangsúlyozni, hogy végén mindenképpen olcsóbban jössz ki, mint hogyha flakonokat cipelnéd haza, plusz hát nem kell egyfolytába hazavinni. Most 2000 forintért egész hónapban iszok tisztított vizet. Igyál vizet, Petté fizet, ugye? Az mennyi? Az 5 zsugor víz? Nagyjából még a legolcsóbb. Te vagy egy zsugor, nem tudom. 5x6 az 30 palack. Zavarba hozol, most nem számolt egy utána. Én utána számoltam, tehát nagyjából egy 30 palack víz, amit meg tudsz venni azért az árért, hogyha te egy hónapig ezt csak egy hónapig használod, uh-huh. Szerintem tovább is jó. Igen. Most a 30 palack vizet nem kell hazavinned. Meg 30 palacknál biztos, hogy többet bír. Meg a 30-szor másfél liter 45 liternél. Amennyit, nem is, annál azért többet iszik egy ember át. És 45 liternél sokkal többet bír, azért a 100 liter, ez jó egy ilyen patron. Úgyhogy akárhogyan is kijön a matek. Na nézzük! Mutatjuk, először megmutatjuk, hogy hogyan mérünk. Ugye van ez a brittának van ez a kis csepegtetés módszere, ahány cseptől. Először cseppentek egyet a zöldből, szépen el, ugye ez most bepirosodik. Ilyen szép, lágy, rózsaszínes színe lesz. A szín, amikor átváltja a színét, megszámoljuk, az hány csepp után fogja átváltani a színét, és utána van egy táblázat, amiben megnézzük, hogy mennyi az milyen a totál, igen, az összes oldott anyag. Ez most a teljes oldott anyag, bocsánat, következő lesz a keménység. Na, nézzük egy. A 13-nál, igen, 13-nál váltott. A skála szerint 0-tól 6-ig az még lágynak számít, 6-tól kezdődik a már a kemény keménység, víz. Keménység, így van. A 13 az egy erőteljesen kemény, nagyon víznek kemény számít. Víz. Ez nem jó sem a kávégépednek, sem pedig a kávé ízének, mint ahogy ezt említettük. Így van. És akkor most azt játsszuk el, hogy töltünk mind a két kancsóba ebből a vízből, megvárjuk, hogy lecsepeg, mert elkészítjük ezt a tesztet, és aztán visszajövünk. Na. Hát ez nagyon izgalmas pillanatok voltak. Ugye még egyszer mit csináltunk? A csapvizet lemértük. Igen, lemértük a csapvíznek az összoldott ásványanyag mennyiségét, és illetve a keménységi fokát. És ugyanezt megtettük. Ugyanezt a vizet betöltöttük a két kancsóba, lecsepegetni, és azokat is nem értük. Így van. Legyen összehasonlítási alapul. Így van. És ugye az jött ki nekünk, Attila, hogy... Hogy a csapvíz az borzasztóan kemény is, és tele is van nagyon-nagyon sok oldott ásványi anyaggal. Hát tehát, mondjuk egy... Így van. Tehát mert össze szerintem vegyük a totál oldott anyagot. Ott a csapvíznál 13-as volt a skála. Igen, ugye ez a viszonyítási alap miatt mondjuk, hogy ez egy 13-as volt, mert most a germán skála szerint igen. Mértünk, utána lehet nézni sok helyen, majd lehet mi is belinkeljük itt a videó alatt. Igen. És ehhez képest a BVT, ami nekem bevallom, én ez már egy csere közeli patron, aha. Ez tudott a 13-ból 5-öt csinálni. Ezt pedig én egy hete használom, és ez a 13-ból 2-es csinált.
alaposan kiszedi azt az összoldott ásvány anyagból nagyon-nagyon, tehát visszaszűri. Nagyon-nagyon tényleg alaposan visszaszűri, és akkor a keménység. Az is brutál eredményeket hozott, egy 8-as keménységű volt a víz, tehát nagyon kemény, amit mondtunk, ugye 4 fölött ez már nagyon keménynek számít. Ez kifejezetten kemény a víz, igen. A BVT, az viszont érdekes, hogy a BVT kancsó egyesre, tehát úgy lelágyította, mint a húzat. Ez lehet, hogy már picit nem is túl jó, viszont nem tudjuk, ugye, viszont a magnézium filter az már lehet, hogy már kimerült be. Aha, igen, és ez befolyásolná. Ezt is tudom. Ez a viszonylag friss, ugye pusztán egy hete használt kancsó, pedig 3-asra visszahúzta, ami egyébként egy ideális keménység. Az jobb a kávéhoz, az jobb egyébként. Alapvetően a túl lágy víz sem jó, mert nagyon agresszívá teszi a kávéhozást is. Tehát amit akartunk most szemléltetni, Attila, az teljesen bejött. Az, hogy a csapvízból egy ilyen 5-10 ezer forintos beruházással, havonta 2-3 ezer forintos beruházással sokkal, de sokkal alkalmasabb vizet. Vannak rajongóik egyébként. Lehet csinálni. Úgy a teázáshoz, ott is kijön. Igen. Teljes mértékben. Jobban ki fogod érezni a teáid ízeit, és úgy a kávéhoz, az pedig végképp. A gépet szintén hosszabb életűvé teszünk. Mondjuk el, hogy nem támogat minket egyik gyártósa, nem azért mutatjuk ezt a kettőt, mert most mit tudom én. Van 1 millió fajta ilyen kancsó, ez a két szerint a mainstream. Igen, a legtöbbet használt, én is ezeket láttam. Még a Leica például, tehát most nyugodtan mondhatunk márkákat, ugye, és akkor még innentől kezdve, most mi csináltunk itt nektek egy viszonylag rövid videót, és akkor innentől még annyi mindenről el lehetne kezdeni beszélgetni a vízzel kapcsolatban. Órákat. A fordított ozmózisos eljárás, a különféle visszasózások. Nagyon csináljunk mértelem. Ebből egy podcastet. Valószínűleg muszáj lesz, mert ezt ki tudnám bővíteni minimum egy órásra. Lesz ilyen is. Köszönjük, hogy néztek minket, lájkoljatok minket, kövessetek meg, hogy ti mit használtok. Így van, és egyébként pedig kívánunk nektek. Írjátok meg, hogy vágjak-e gyakrabban Peti szavába. Jó kávézás, én sose felejtem el, hogy kezdtem a mondatot. És gyertek vissza majd a következő videóinkra. Sziasztok! Sziasztok!